Idén a környékünkön Erdélyben esett le először a hó, azonban ez nem maradt meg. Ahogy hazánkban sem megfelelő még az időjárás a síelésre. Ausztriában viszont már hóágyúk segítségével próbálnak kedvezni a pályák üzemeltetői a síelés szerelmeseinek. Érdemes figyelni az időjárás előrejelzéseket, hiszen a szomszédos országok közül hamarosan Szlovákia és Lengyelország is megnyitja a sípályák kapuit. A legközelebbi sípálya nálunk itt a Mátrában található, amit nagyon-nagyon szeretnek, hiszen reggel felmennek az emberek is egész nap tudnak síelni, de ugye ezen kívül Budapesten, Eplényben nagyon sok pálya található már, és azért azt is tudjuk jól, hogy a magyarországi pályákat az utóbbi években nagyon-nagyon fejlesztették, tehát akár a hóágyúzás, akár a sífelvonók szempontjából most már egyre tökéletesebbek a pályák. A síszezonra már december elejétől készülnek az üzemeltetők. Az elmúlt évek tapasztalata pedig az, hogy március végéig kitart ez a szezon. Mielőtt valaki síelni indul, érdemes biztosítást kötnie, hiszen előfordulhatnak balesetek az utazás alatt. Ez leggyakrabban bokaficamot vagy törést jelent, de gyakoriak a podgyászkárok is. Mindenki utazónak azt tanácsoljuk, hogy nézze meg, hogy milyen biztosítási védelemmel rendelkezik. Lehet ez egy bankkártyához kötött biztosítási védelem, vagy akár az európai kártya kiváltása is. Nagyon fontos, hogy megnézze, hogy milyen biztosítási szolgáltatásokat tartalmaz, és milyen limitekkel. Mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy ugye nagyon sok esetben már az utasbiztosításokban benne van a síelésnek, a felszerelésének a biztosítása. A leggyakoribb probléma ilyenkor az szokott lenni, hogy ugye ellopják a sílécet vagy a sífelszerelést, ilyenkor a biztosító térít, vagy ha esetleg valamilyen baleset történik a sípályán, akkor szintén sérülhetnek ezek a felszerelések, amelyek igen magas összegre rúgnak. Baleseti biztosításnál azt tanácsolják a szakemberek, hogy tartalmazza a helikopteres mentést, hiszen ennek több millió forint is lehet a szolgáltatási díja. Előfordulhat az is, hogy egy harmadik személynek okozunk kárt, azonban megfelelő biztosítással ezeknek a költségeit is átvállalja a biztosítótársaság. Egy egyszerű, a sífelszerelés megóvását is tartalmazó biztosítás már napi 500 forinttól elérhető.